Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma este itt a Bátoriak vendége, dr. Kovács Lajos, háziorvos, üzemorvos, illetve az általános orvostannak a kiváló művelője, és még mit hagytam ki? Egy fogszakorvos is. Fogszakorvos, így van, ezt el is felejtettem, pedig ez nagyon fontos, és nem is, hogy is mondjam, csak ennek nem is kicsi a múltja, mert egészen 6 éves korodik húzódik vissza. De mielőtt erről beszélnénk, azért hadd kérdezem már meg, hát ugye nagyon aktuális ez a kínai koronavírus járvány. Kell-e nekünk itt tartani Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ettől, illetve ha igen, akkor mi a teendünk? Hát azzal kezdem, hogy nem kell pillanatok megijedni, mindesetre oda kell figyelni, és természetesen a folyamatokat, hogy a országokat hogy terjed, azt kell is tudni. Na most nagy gond nincs, hiszen az egészségügyi kormányzatunk erre tökéletesen felkészült, ahogy én azt látom, hiszen mindenfajta információt megkaptunk már is, hogy mi történne, mit kellene csinálnunk, ha ez a kórokozó végül is beütne itt a környékünkön. De hála Istennek, én még erről nem tudok. Azt olvastam éppen most beszélgetésünk előtt, hogy Tájföldön, mintha megtalálták volna ennek a vírusnak az ellenszerét, egy ilyen három komponenses oltásban vélték ezt felfedezni, általában a kettő beteget kigyógyítottak ezzel. Ez azért egy jó hír, nem? Hát ez elképzelhető, de az az igazság, hogy eleinte mindig úgy döntenek, vagy úgy látszik, hogy talán meg sikerült megtalálni a gyógyszert, de én azt hiszem, hogy várjunk még ezzel, mire kimondhatjuk, hogy megtalálták. De azért úgy összességében véve te is osztod azt, hogy ez egy elkerülhetetlen világjárvány lesz. Ugye én azt is olvastam, hogy kb. 60 millió ember biztos meg fog betegedni. Hát én is ezt hallom, meg szakmai körökben is már tudnak erről, vagy így informáltak. Én nem hiszek ebben, hogy ez elterjedne, hiszen korábban már voltak ilyen betegségek, hogy tényleg terjedtek a világban, de akkor még az orvostudomány nem tartott itt. Most már sokkal fejlettebbek vagyunk, fejlettebbek a technikák, a tudomány változott. Én úgy gondolom, hogy ezt a járványt sikerül még időben megállítani. Itt nektek házi orvosoknak van ezzel dolgotok most? Pillanatilag nincs. Mindössze annyi, hogy tájékoztatnunk kell a munkatársainkat, ha ne adj Isten ilyen gyanú felmerülne, akkor tudják, hogy mit csinálnak, kihez kell forduljanak. Ezt a tájékoztatást ők már megkapták. De ha véletlenül látunk egy kínai vonásokat viselő embert, nem kell tőle megijednünk. Nem kell megijedni. Hát most sok kínait láthatunk, de itt dolgoznak Magyarországon. Akkor kell esetleg tartózkodnunk, ha tudjuk, hogy mostanában érkeztek Kínából. De én nem tudok olyat, aki most itt Nyírbátorba érkezett volna. Olyat tudok, aki most ment haza, de hát nyilván ő nem veszélyes. És mit akarok mondani? Szájmaszkot, ilyesmit nem kell hordanunk. Én úgy gondolom, hogy még most nem. Semmiképpen. Jó, akkor álljunk meg itt ennél a történetnél, és végül is folytassuk veled. Hát ez is te voltál, mert ugye a szakmádba pászol ez a dolog. Te ugye, hát... Ma bármennyire is fiatalos vagy, azért nem vagy egy fiatal ember, akárhogy is nézzük, ha 44-ben születtél, akkor 76 éves vagy. Ugye, ha jól számolunk. Igen. 76 éves ember létedre, te még aktívan dolgozol. Igen. Igen, folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy addig fogsz dolgozni, amíg ki nem esel konkrétan akár szó szerint is a rendelődből? Hát én úgy döntöttem, hogy igen. Hát egyrészt nagyon szeretem ezt csinálni, hiszen már előbb említetted, hogy már 6 éves koromban is orvos szerettem lenni, és én ezt soha nem bántam meg, és én most is úgy érzem, hogy én nagyon jól választottam annak idején. És most de meddig csinálhatja ezt az ember? Hány éves koráig? Vagy mitől függ az, hogy az éppen választott hivatását, vagy bármilyen hivatását nem tudom hány éves koráig végzi? Hát én ezt nem tudom megmondani, én még most szeretem csinálni. Én még eddig... Mindig magam jöttem el bárhonnan, tehát akármilyen foglalkozásom, vagy akármilyen fogtam, mindig én éreztem, hogy nekem abba kell már hagyni. Én most még úgy gondolom, hogy nem kell abba hagynom, én most
én fizikailag, szellemileg úgy gondolom, hogy fel vagyok erre készülve. Természetesen mások döntik ezt, hogy így igaz vagy nem. De én most így érzem. Mármint azok az emberek, akik hozzád viszik a TB kártyájukat. Igen, akikkel együtt vagyok, együtt dolgozunk, együtt gyógyítom a betegeket, még hát bíznak még bennem, úgy tűnik. Hát ők is, de a legfontosabb a betegek bizalma. Igen. Népszerű olvasnak számít, azt még? Már a TB kártyák számából gondolom. A TB kártyák azok nem mondanak semmit, mert nagyon sokan jelentkeznének hozzám, de már nem vállalok több beteget. Én úgy gondolom, hogy akik vannak nálam, őket kell ellátni normálisan, nem szeretnék több beteget. Lennének többen, de nem. Te ugye már nagyon régen Nyírbátorban vagy, 1969-től? Igen, 69-ben kerültem Nyírbátorba. 1969, ugye 51 éve. Igen, akkor még mint És most azon kezdtem el gondolkodni, hogy 69-70-ben már házi, akkor még nem úgy hívták, hanem hogy milyen orvosnak is hívták? Családi orvosnak hívták. Családi orvosnak, akkor. Körzeti orvos. Inkább még körzeti orvos. Körzeti orvos, igen, orvos, aztán a családi orvos lettél. Ez azt jelenti, hogy te már generációkat láttál egyrészt megszületni, meghalni is később, nyilván. Tehát itt vannak olyanok, akiknek már az unokáit gyógyítod. Tehát mondjuk úgy, ők a törzs közönséged. Így van, ténylegesen így van. De ez nagyon jó is egy házi orvosnál, hogyha ismerjük a felmenőket, mert nagyon sokszor a betegség egy része öröklődik, vagy a hajlam öröklődik. És ezért, ha valaki bejön a rendelőbe, nekünk már nem kell végigkérdezgetni mindent, hiszen ismertük a nagyanyját is, és most ismerem az unokáját, nagyon érdekes, sőt már a dédunokákat is. Aha. Ismerjük. Ez nagyon sokat segít a szakmánkban, hivatásunkban, hogy nagyon sok embert ismerünk. Van olyan, akit már 51 éve te látsz el? Van, igen, van olyan. Most az hirtelen, jó hír, mert túlélte. Most hirtelen nem tudnék nevet mondani, de nem is szeretnék, de, biztos, van, de van, igen. Uh-huh. Szereted ezt még nagyon csinálni, vagy nyilván nem a pénzkényszer tart itt? Nem? Hát ezt a betegeim nagyon jól tudják, hogy nem. Én igen, mindig is a szakma érdekelt, a szakmai oldala. Tehát ezt hangsúlyoztam is, de mások is tudják, hogy nálam nincsenek ilyen-olyan emberek, nálam csak a beteg létezik. Csak beteg. Tehát nincs sorban előrébb kerül, jobban odafigyelsz valakire, aki több hálapénzt ad, vagy több tyúkot visz, vagy több tojást? Hát ez a világ már megszűnt, azt hiszem, de ez soha nem volt rám jellemző, ezt tudják a betegeim. Tehát hozzám bármikor lehet jönni, bármilyen panosszal, soha nem volt szempont nálam, és nem is lesz, hogy ki mennyire gazdag, mennyire nem. Viszont a múltkorában egy idős néni adott nekem egy almát. Egyet? Egy almát, mert nagyon megköszönte, hogy segítettem rajta. És higgyed el, hogy ez az egy én alma... Én ezt bekereteztem. Ez az egy alma nekem többet jelentett, mint ha nem tudom mennyi pénzt ad. Mert neki annyi volt, és ami abból a kevésből nekem juttatott, hálás volt. Te mondd, mint házi orvos is. Hogy látod, hogy milyen egyenlő feltételekkel, áll kérdés, már mondom előre, egyenlő feltételekkel jutnak az emberek a gyógyítási lehetőségekhez, vagy gyógyulási lehetőségekhez? Hát soha nem jutottak egyenlő feltételekkel, hiszen mások a körülmények, mások a tárgyi, személyi feltételek. Meddig tart az egyenlőség? Mondjuk a házi orvosig tart az egyenlőség? Ott még egyenlőség van? Nem tudom megmondani, nálam igen. Nálam egyenlőség van, de nem tudom, nem tudok erre válaszolni. Hogy... De onnan, ahogy kikerül a te rendelődből, mert tovább kell neki menni a következő lépcsőfokokra, ott onnantól kezdve megszűnik ez. Ebben nem vagyok biztos, hogy itt is egyenlőség van. Ebben nem vagyok biztos. Ugye? Azt olvastam szintén most egy tanulmányban, 70 milliárd, de lehet, hogy már több is a hálapénz. Azt hiszem, hogy visszatérünk tényleg a te életedre is, a hálapénz. És hogy az emberek, akik ugye ezt a hálapénzt adják, nem is tudják, hogy mekkora kárt okoznak az egészségügyi ellátórendszernek, pont azzal, hogy ezeket a sorrendeket, sürgősségi fokozatokat felülírják az általuk oda juttatott plusz pénzzel, illetve olyan vizsgálatokat végeztetnek el magukon, amelyeket nem is lenne
rájuk nézve szükséges vagy kötelező elvégezni, és viszont másokra meg nem jut idő, hely, energia, gép, stb. Mit szólsz te ehhez? Hát én azt hiszem, hogy biztos ebben van igazság, de én azt hiszem, hogy picit el van túlozva. Hiszen én úgy gondolom, úgy van olyan értelemben eltúlozva, hogy ez nem egy olyan oszlik meg. Sokszor megvádolják a kollégákat, hogy ennyi meg annyi hálapénzt vesznek el. Én azt hiszem, hogy van egy réteg az orvosoknál is, akik ennek a hálapénznek nagyon nagy részét zsebre teszik. És hát ezek többiek, az orvosbárók. Hát így, igen, őket. Így hallottam, hogy így nevezik. Igen, ők talán rengeteg pénzt eltesznek, és én azt hiszem, hogy ők azok, akik kicsit akadályozzák is, hogy itt rend legyen. Aha. Tehát addig itt nem lesz mondjuk úgy egészségügyi rendszerváltás, amíg ez a dolog meg nem szűnik, illetve az orvosbároknak a túlzott befolyását, hatalmát meg nem törik. Hát ez is. A másik dolog pedig szerintem, hogy nem a megfelelő helyen kezelik pillanatnyilag a betegeket. Itt van például az alapellátás, ahol sokkal többet tudnánk tenni, de bizonyos okok miatt az alapellátás nem tud működni. Ennek persze vannak anyagi okai is vannak, de én azt hiszem, hogy elsősorban szervezési gondok. Ez mire gondolsz? Mit jelent ez a szervezés? Hát például olyan gondok, mondok rá egy példát, ha valaki egyet köhint, akkor bemegy a sürgősségi osztályra. Aha, tehát nem ott kezdi, ahol kellene. Bemegy a sürgősségi, ott természetesen megvizsgálják a kollégák, azonnal megcsinálnak rajta egy csomó vizsgálatot, ami egyébként mind egyenként pénzbe kerül. Tehát EKG-t, EEG-t, stb. Ez mind pénzbe kerül, és utána kiderül, hogy nem is volt olyan baj, hogy oda kellett volna menni. Ha elmegy a házi... De miért nem küldik el onnan vissza a házi orvoshoz? Nem küldik el. Nem merik? Nem merik, meg nem mi is lesz, ha valami baj lesz? Így van. A másik pedig, ha egyszer már bement egy beteg valahova, meg vizsgálat nélkül nem szabad elküldeni, hiszen a tévedés lehetősége benne van. Tehát nem lehet, hogy 100-at elküldenek, de a 101-re szükség lett volna. Tehát ez nem lehet megtenni. Uh-huh. Viszont azt meg lehetett tenni, hogy hozni olyan rendelkezést, hogy bármit, hogy azt mondanánk, hogy a sürgősség osztály csak azok kerülhetnek be, aki beutalóval megy, akit már megnézett mondjuk az alapellátás vagy szakellátás egy orvosa, és vagy a mentő viszi. És akkor olyan nem, és akkor nem lenne tömeg, túlzsúfoltság, lenne idő mindenre, és nem beszélve arra, hogy sokkal kevesebbe kerülne, mert az alapellátás kap egy bizonyos dotációt, és ebbe beleférne az, hogy valaki köhög. Tehát ezt, de kap az alapellátás akkor a dotációt? A kártya pénz elég? Nem. Hát nagyon különböző az országban, hogy én tudom. Van, ahol egyáltalán nem támogatják a praxisokat, alapellátási praxisokat, máshol viszont az önkormányzatok kisegítik. Én ezt hallomásból, kollégáktól, beszélgetésekben tudom. Mondd, egyébként mi lesz itt, hogyha ilyen az idős házi orvosok elmennek, visszavonulnak, abba hagyják a rendelést, és halljuk ugye, hogy hány száz praxis üres van Magyarországon. Mi lesz itt? Tehát én is olvasom a statisztikákat természetesen. Hát valami megoldáson próbálkozik az egészségügyi kormányzat, nem tudom, hogy mekkora sikerrel, majd meglátjuk. Minden esetre kevesebben vagyunk most, mint kellene. De őrült módon leamortizálódik így a rendszer, nem? Igen, szóval nagyon, nagyon öregek. Most már 60 év körül van az átlag életkor a házi orvosoknak, ha jól tudom. Vagy... Már most? Igen, igen. Mi lesz itt? És, hát hallom, hogy van 80 év fölötti házi orvos is. Van, és van olyan az ország egyik részén, hogy 3-4 faluba járkál, és 80 év körül van. És nem megy el nyugdíjba, mert amikor kérdezték, akkor miért nem megy el, azt válaszol, hogy nem tudom a betegeimet ott hagyni. Ha te itt elmennél nyugdíjba, lenne helyetted másik házi orvos szerinted rögtön? Lehet, hogy Nyírbátorban lenne, mert itt azért nincs a nagy baj Nyírbátorban. Én úgy gondolom, hogy azért normálisan mennek a dolgok, de ez nem jellemző az ország. Tehát itt vagytok elegem, és feltétlenül utánpótlás is vagyunk elegem. Utánpótlás, nem tudom, hogy van-e, de úgy gondolom, van rá esély, hogy Nyírbátorban legyen utánpótlás. Na, mondjuk egy gesztik is gyereknek a személyében, aki valamikor 1944-ben megszületik Geszten, Békés megyében, ugye? Tehát elég messze innen. Érdekes, hogy az ember hová veti a sors. És te egy olyan családra születél, ahol ugye nem volt előzménye annak, hogy valamelyik felmenője valaki orvos legyen, vagy nagyon magasan képzett értelmiségi. Ha jól tudom, ugye édesapád munkásember volt, édesanyád pedig háztartásbeli.
És akkor hogy jön az, hogy egy geszti gyerekből egyszer csak, nem is egyszer csak, 6 éves korában eldönti, hogy ő orvos lesz, és orvos is lesz. Tehát ez a szülők számára is olyan természetes volt, mint hogy a te számodra 6 éves korodban? Hát abban az időben a gyermekek még segítettek a szülőknek, minden másképp volt. Én például érdekes módon én 6 éves koromban döntöttem, hogy orvos leszek, ez sikerült is. Mégis eldöntöttem, ez úgy történt, hogy elvittek az otthoni doktor bácsihoz, mert fájt a fogam, talán még tejfogam, nem is tudom, 6 éves voltam. És a doktor bácsi fölém hajolt és kihúzta a fogamat, és akkor én olyan hatalmasnak láttam a doktor bácsit, és olyan mindenhatónak, mint egy jó Isten, és azt mondtam, hogy na, ilyen leszek én is. Hát ráadásul el is múlt a fogfájásod, gondolom. Hát, az egy fontos része volt a történetnek. Persze, hát sikerült nyilván a fogfájás. És akkor te ott eldöntötted? Ott döntöttem el, már kifele jövett, hogy én ez leszek, mert én ilyet akarok csinálni, mint a doktor bácsi. És ez otthon bejelentetted, hogy te akkor kész, illetve ez a orvos leszek? Igen, a szüleimnek bejelentettem. És mit mondtak a szülők erre? Már nem emlékszem, de szerintem örültek neki. Aha. De és ezzel még annyit, hogy ebben később is engem mindenben támogattak. És akkor elmentél általános iskolába, mert hogyha 6 éves, akkor kb. Akkoriban mehetél általános iskolába, és akkor elkezdtél ilyen gűző módra tanulni, vagy a döntés az meg volt, az elhatározás, hogy te az leszel, de azért persze gyerekként élted az életedet. Pontosan, persze. Hát vagy azért tanultam, vagy nem, azt nem tudom most már megmondani, de én mindig szerettem tanulni, és végül is én mindig jó tanuló voltam. Mindig kitűnő voltál? Mindig, igen. Tényleg? Igen. Az nagy teher lehetett, nem? Igen. Tehát neked presztízs kérdés, hogy kitűnő legyél? Most már akkor elkezdtük alsóban, akkor felsőben is, ha felsőben, akkor középiskolában is? Hát ezt nem tudom, presztízs lett, de valahogy én szerettem tanulni mindig is, és az új dolgokra fogékony voltam. Az igazság, mindig tanultam, nem kellett engem biztatni. Mindent szerettél tanulni? Nem, például a gimnáziumban a történelmet nem szerettem annyira. Nem mondod. A történelmet annyit tanultam, mint az összes többit együttvéve. Hát mi bajod volt a történelemmel? Nem tudom. Nem ragadt meg benned, vagy nem érdekel? Érdekes, hogy a számokat mindent tudtam kapásból, összes számot, mikor, tehát, ilyen háború, olyan világos. Csak valahogy ezek az összefüggések nyilván azok nem jöttek nekem. Most azért, mert nem volt jó egyik történettanárod se, vagy te egyszerűen immunis voltál a történelemre? Ez lehet, hogy egy kis faluban akkor alig voltak szakképzett tanárok, alig voltak. Ez mekkora település? Ezt akkor, mikor én ott éltem, 14 éves koromig, akkor 1300-an laktak ott. Most, ez igen, most már olyan 8-900-an laknak. Nem ez igen. Ugye a határhoz képest hol helyezkedik el? A román határtól 1 kilométerre van, a trianoni határot megy el 1 kilométerre. Tulajdonképpen Nagyszalonta van legközelebb, mint város. Igen, Nagyszalonta 9 kilométerre van, tehát 1 kilométer ide, 8 kilométer a másik. A szülők szintén odavalók, onnan származtak? Igen, kezdték. Akkor nagy mázlitok van, hogy a határt nem 1 kilométer elrépiszták. Hát igen. Meg. Igen, vagy hát most nagy mázli, szóval, hogy Magyarországon maradtatok. Így van. Aha. Mert hát nem tudjuk a másik oldalon, mit gondolnak. Sokan nyilván nagyon nehéz szívvel élték ezt meg. Tehát akkor nem biztos, hogy a történelem tanár csak a hibás, de fogjuk egy kicsit rá. Én sem voltam fogékony rá, viszont... De középiskolában sem voltak jók a történelem tanárok? De jók voltak a történetek. De téged nem érdekeltek a háborús történetek, nem tudom, a király történetek? Nem igazán. Érdekes, hogy én más. Ma sem? Ma sem érdekel? De most éppen most olvastam egy könyvet el Horth Istvánról, és Tisza Istvánról is most olvastam egy könyvet. Nagyon érdekel. Tehát akkor, hogy van ilyen érdeklődés. Van. Hát csak ne kelljen tanulni. Most nem akarok előre ugrani a Tiszákkal kapcsolatban, később akkor még elmesélem, hiszen akár most is. Ha már szóba került, hogy olvastam, tudnék, ahol én születtem Geszten, ott volt a Tiszáknak a központja, ott volt a mai napig is a nagy kastélyuk, ami eléggé romos, és most már lassan felújítanak. Az a Tisza kastély, ahol ugye élt az a Tisza család, aki 3 miniszterelnököt adott az országnak, a Kálmán, az idősebb, és a fia, az István, aki 2-szer is volt Magyarország miniszterelnöke, akit végül is
1918-ban Budapesten lelőttek. És ekkor már a parlamentben is rálőttek, még mindig ott van a parlamentben, azt hiszem a golyónyoma. És mikor tudatosult benned, hogy te egy ilyen településen laksz, ahol ilyen történelmi személyek fordultak? Hát már nagyon régen, hát ott a Kisfaluban ez tényleg volt. Én csak azért kérdezem, hogy ha már az ember hallja, hogy hát itt miniszterelnökök kötődnek ehhez a faluhoz, akkor az mégiscsak érdekelne. Nagyon-nagyon régen kötődünk ott, és nagyon régen tudtuk, hogy ott a faluban mindenki hát nyilván a többiek, csak te, mint kisgyerek, mégse keltette fel az érdeklődésedet a történelem. Érdekes, nem annyira, de a Tiszák történelme az igen. Az egy más. De az egy más dolog, de annyira nem. Ami az én érdeklődésem... Jártál egyébként a kastélyban? Hát többször is, persze. Mi lett a sorsa a kastélynak, amikor te gyerek voltál? Akkor elmondom. Nem magtár volt, nem is gyermek otthon? Elmondom. Amikor jött az idézőjeles felszabadulás, akkor természetesen mindenki tudja a történelemben, hogy a Tisza családot össze-vissza elüldözték, egy rész elment Dél-Amerikában, másik részét itt Magyarországon kitelepítették, tehát nem maradhattak ottan. Az állami gazdaság foglalta el ezt a gyönyörűséges barokk kastélyt. Úgyhogy nem. Vagy rosszabb? Nem, magtárat csináltak belőle, ami aztán tönkrement emiatt a rágcsálók miatt, és a személyzeti szobákba, házakba beköltöztették az akkori állami gazdaság teheneit, lovait. Uh-huh. Ez hagyományos történet, igen, sok helyen előfordult. Aztán később már a 60-as években valószínű, hogy rájöttek, hogy ez nem helyes, akkor általános iskolát csináltak belőle. Kultúrtermet, úgyhogy... Te már oda nem jártál iskolába, nem de látni láthattad. Igen, hát persze, hát szoktam elmenni Gesztre. Egyébként mikor volt a utoljára Geszten? Geszten? Nem is olyan régen, egy hónapja körülbelül. Még a családból élnek ott rokonok? Senki? Már nem senki rokonok. Egy-két volt általános iskolai osztálytársam él még, velük szoktam néha találkozni. Tartottok kapcsolatot ezek szerint? Igen, meg az általános iskolával tartom a kapcsolatot. Ott az igazgatónő egy volt osztálytársamnak a lánya. És ezért, személyes kapcsolatok vannak. Vagy most, mikor legutóbb ott voltam, megálltam az utcán, ott a régi házunk előtt, és kijött egy idős néni. Ott kezdődött sokkal, mi alapodikánk, és két perc alatt rájöttünk, hogy hát mi osztálytársak voltunk. Az idős nénivel. Igen. Hát pont annyi idős volt, mint te. Persze. De csak lehet, hogy ott egy kicsit jobban megviselt az élet, mint téged. Igen. Ott ugye nyilván tartod azt, amit minden statisztika bizonyít, hogy egyrészt minél nagyobb településen él az ember, illetve minél több iskolát végez, annál nehezebben gyötri meg az élet. Tehát ez látszik, az életkilátásai hosszabbak, nyilvánvalóan másképpen él. Következésképpen elképzelhető, hogy te az osztálytársadat egy idős nének látod, miközben pont annyi idős, mint te vagy. Ez így van. Azért ez borzasztó, nem, ha belegondolunk? Nem gondolunk bele. Teljesen mások az életesélyek egy pici településen, meg mondjuk egy nagyvárosban, vagy akár csak egy ilyen városban, mint Nyírbátor. Nyírbátor ehhez képest mondjuk egy óriási előnyökkel szolgáló város, nem? Hát én szeretem Nyírbátort, nem szeretném, nekem már rengeteg lehetőségem lett volna elmenni Nyírbátorból. Hát engem sokfelé hívtak, mert hát fiatal koromban sok mindent csináltam a szakmában, eléggé ismert voltam, és ezért kaptam különböző ajánlatokat. Hát, és miért mondtad azt, hogy nem? Megmondom őszintén, hogy én annyira ragaszkodtam a gyógyításhoz, meg most is, hogy én nem akartam elhagyni, nem akartam elmenni. Hát, mert ezek csak ilyen hivatalnoki feladatok lettek volna ez sorban? Csak szakmai, és ilyen volt, hogy például az egyik Szabolcs megyei kórház igazgatójának is felkértek, a megyei egészségügyi vezetés kért engem fel. Éppen egy konferenciát csináltunk, amiben nekem nagy részem volt. Tehát az egy karrier, nem? Persze, ez egy komoly karrier. Persze. Éppen egy konferenciát szerveztünk kollégámmal Nyíregyházán, és ott volt az egész szakmai konferencia, ott volt az egész megyei egészségügyi vezérkar, és ott a vacsorasztalnál szólt a megyei főorvos, hogy figyelj Lajos, lenne itt egy állás, vállald már el, gondolkozzál már rajta. A Fehérgyarmati vagy a Kisvárdai? Fehérgyarmati. Gondolkozzál már rajta. Mondom, ez nem kell gondolkozni. Jaj, de jó, mikor kép. Mondom, nem kell gondolkozni, nem vállalom el.
Hát miért mondom, én magamat nem tartom el alkalmasnak. De mondták, hogy te ők engem alkalmasra tartanak, mondom, az a ti bajotok. Én nem, és maradok. Hát azon gondolkodom, ez hány évvel ezelőtt volt? Hát ez nagyon régen volt, ezek a 80-as, 90-es évek környéken. Hogy lehet, mert nem is élnél azóta, nem tudom, hogyha egy ilyet elválasz. Azóta már azt mondom, hogy két vagy három vezetője is volt annak a kórházban, mielőtt engem erre megkértek, azóta két-három vezetője is volt. Na jó, térjünk vissza. Gezd, befejezed általános iskola, kitűnő tanuló gyerek vagy, és még mindig tudod, hogy orvos akarsz lenni, de Geszten közben azért még ne felejtsük el, hogy te belevágtál, mint egy önszorgalomból a német nyelvtanulásba? Mert orosz az biztos kellett tanulni az általános iskolában. Ez úgy történt, hogy bekerült egy olyan házaspár, akik egy németek, szerbek, igazából soha nem derült ki, hogy mi az anyanyelvük, és azt se tudtuk, hogy hogy kerültek oda háború után, biztosan valahonnan menekülhettek, fogalmam sincs. És mivel az én édesapám német fogságban volt, és látta, hogy aki tud németül, azok hogy boldogulnak, akik nem, azok nem. És azt mondta, hogy fiam, itt van az a bácsi, és most el fogsz menni hozzá, és megtanulsz németül, mert akkor még úgy mondták. Megtanulsz németül. És akkor én még nem tudom, milyen gabonával fizetett a bácsi, cukorral, mit tudom én, mivel. Akkor kicsit gazdálkodtatok is? Igen, volt, hát akkor háztája nagyobb volt, mint most. Igen, és akkor ez a bácsi, elmentem. Egyetlen könyvünk volt csak, az is gót betűs, tehát én gyakorlatilag... Mármint a német nyelvű. Német. Úgyhogy gyakorlatilag én beszédből tanultam akkor németül. Volt ott még egy másik sváb házaspár, ők összejártak egymással, és mikor összejártak, engem mindig elvittek a családhoz, és csak németül beszélt mindenki. Úgyhogy én már 12 éves koromra gyakorlatilag viszont beszéltél jól németül. Beszéltem németül, igen. Micsoda mázli. Na, meg milyen előrelátás. Igen, és hát... Ez érdekes. Volt valaha igazán szükséged a német nyelvre? Persze, állandóan használom. Mondjuk, melyik volt az a szituáció, amikor a német nyelv húzott ki a pálcból, hogyha volt ilyen? Hát olyan nem volt, ami kihúzott van a pálcból, de sok olyan ismerősöm van, vagy volt, akik abszolút németek ismerők. Mert leginkább az angol, ami elterjedt most. Igen, az is érdekes. Persze, rátérhetek az angolra, az érdekes volt, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor én már tudtam, hogy jól németül. Tehát nem azt választottad nyilván? Dehogy nem. Én, mint gyermek, mert tudtam németül, meg féltem a gimnáziumtól, hogy mi lesz a falusi gyerek. Akkor ezt megúsztuk. Én csak német osztályba akartam menni. Igen, de nem lehetett, csak angolba. Én ezt akkor tragédiának éltem meg, mert amikor jött az első angol óra, és a tanár úr felírta a táblára azt, hogy one, és akkor ki kellett mondani, hogy van, Akkor jöttem arra rá, hogy ezt a nyelvet nem lehet megtanulni. Aha. És utána... Hány percig tartott ez? Utána már nem tudom hány percig tartott, de sokáig féltem, hogy ebből baj lesz. És az lett a vége, hogy végül is ketten érettségiztünk angolból. Legvégén nem volt kötelező, mindenki hülyének nézett minket egyébként. Akkor, hát, még akkor nem lehetett kimenni külföldre, úgy mint most. És az egyik a... Mennyi ez? 62-ben volt? 63? 62-ben. Aha. A kettőnk közül egyik a Veszprémi múzeumigazgató lett, később ő beszélt, és én mit tanultunk ketten. De aztán ez úgy sikerült, hogy még gimnázium, aztán még három nyelvet tanultam. Na már, pont ezt akartam mondani, de te nem álltál meg itt, pedig nem egy nyelvi pályára készültél, mert ugye tehát német, angol, nyilván orosz, aztán hát ha orvos, akkor a latin, azt hol kezdted el a latin tanulni? Az középiskolában? A latin csak középiskolában kezdtem. Igen, és akkor beesik az esperanto. Már mi szükséged volt rá? Az esperanto gyakorlatilag semmi. De az úgy történt, hogy egyszer kezembe került egy könyv, egy kis könyvecske. Elkezdtem olvasni, és rájöttem, hogy én ezt félig értem. Néztem, spanyol nem lehet, hiszen azt tudom, a spanyol nem ilyen. Olasz, és néztem, olasz se lehet. De valami nagyon hasonló, fogalmam nincs. És akkor végül elolvasgattam, és én nem tudom, hogy végül valaki segített, hogy hát ez az esperanto. Mire elolvastad, megtanultál esperanto. És akkor rájöttem, hogy a világ legegyszer, utána néztem, kiderült, hogy ezt egy Zamenhof Lajos találtak ezt a nyelvet, és nincs benne kivétel. Tehát a nyelvtanban nincs egyetlen kivétel sem, és egyetlen egy szóból három vagy 10 másik toldalékkal a szavak variációt lehet
ugyanaz a jelentésen megcsinálni, borzasztó plastikus nyelv, és azt hinne az ember, hogy nagyon mondom, hogy egyáltalán nem az, mert ha van 3-4 toldalék, azt lehet 3 vagy 10 fajtaképpen utána rakni egy szót. És akkor te úgy döntöttél, hogy megtanulod? Tanultam valamennyit, de aztán abba hagytam, mert nem láttam értelmét. Hát nem is használtad azóta, gondolom? Nem használt, nem. Nem. Hát nagy reményeket fűztek ehhez a nyelvhez, de aztán ez eltűnt. Igen, nem tűnt el, de nem váltott. Érdekes, hogy Japánban elterjedt legjobban talán a világban, Japánban, aztán Magyarországon is nagyon hát jó, hát egy zárt társadalom volt, meg egy zárt világ volt, tehát ott muszáj volt Édesanyám olyan szinten megtanult, hogy külföldre, mikor elment, Esperantóról beszélgettek. Olyan embereket találtak külföldön, például Olaszországban, ahol Esperantóit tanulnak, és ezekkel a csoportokkal vették fel a kapcsolatot több helyen Európában. A szüleid jártak külföldre? Hát nem sokáig, nem sokat, de... De jártak. Igen. Tehát nyitott életet értek. Igen. Aha. Akkor, ha már itt tartunk, a szülők még egyszer szóba kerültek. Született ugye egy testvéred is, jóval fiatalabb, mint te vagy? Két évvel fiatalabb. Uh-huh. Ő Debrecenben élt, és most is ott él. Ő már a középiskolát, ő is Geszten végzett általános iskolát, de a középiskoláját már Debrecenben végezte. Ő mérnök lett végül is a Miskolci Műszaki Egyetem mérnök lett. Egyik fiú, orvos, egészségügyi. És később ő lett a debreceni dohánygyár műszaki igazgatója. Most már nyugdíjas persze. Ő nem akar már dolgozni, nem 74 akar. Éves korában. Nem is értem. Ő nemrég beszéltem velem, mondta, hogy ő nem akar, neki jó ez a nyugdíjas kor. Hát, de ő is ilyen fiatalos, mint te vagy? Igen, jól tartja magát. Aha, nektek ez valami annyira, genetika. Nem annyira aktív. Aha. Mert hát, hogy el van otthon, nem csinál sok mindent. Akkor én most már ezt értem, hogyha a öcséd Debrecenbe járt, ugye a középiskolába, ti átköltözhetek akkor Debrecenbe, és ezért nem a Szegedi Egyetemre mentél. Így van, ezért nem a Szegedi Egyetemre mentem. Egyből felvettek? Egyből felvettek, azonnal felvettek. Akkor még volt felvételi, rendes felvételi. Hogyne, persze, biológiából, fizikából. Volt felvételi. És azok is a kedvenc tárgyaid voltak? Vagy muszáj volt tanulni, mert tudtad, hogy ez kell az orvoslás? A biológiát persze azt tudtam, a tanultam korábban is, mert tudtam, hogy az kell. A fizikát, hát mit is, matematikát, fizikát és ábrázol geometriát soha nem tanultam, csak nem az kellett. Órán nem kellett. Én, nekem az valahogy olyan logikus volt, hogy az órán mindig megtanultam. Hát mert neked műszaki pályára kellett volna menni. Nem, nagyon jól van ez így, nagyon jól hasznosítom. Én jó. Most ezt... Reméljük, ezt mondják a betegek is, a pácienseid, hogy ugyanezt mondják. Jó van ez. Nagyon jó van ez. Nekem például a számítástechnika rengeteget segít, amit úgy beleéltem magam egy kicsit. Majd erről mindjárt visszatérünk. Igen. Az egyetemen is ugyanígy ment a tanulás? Mert azért az már egy másik szint, főleg egy orvos. Igen. Hát az egyetemen nem voltam végig kitűnő, de az eleje között voltam mind végig, az évfolyam eleje között. Ez presztízs volt nálad, vagy vegyük úgy, hogy te akkor is felnőtt fejjel gondolkodtál, hogy kettes orvos nincs, mert az nem orvos. Hát, mondjuk az egyetemen ott egy kettes is elég lett volna, akkor is kapok diplomát, de ez tudom. Nem elégített ki persze. Úgyhogy én tulajdonképpen nekem minden vizsgám 4-5-ös volt. Hát ott jó. Talán egy volt a kivétel, de az már... És nem akartak ott tartani, amikor végeztél? De ott akartak tartani. És én nekem lett volna is helyem. Hát én akkor már dolgoztam a Műtéttani Intézetben, már otthon publikáltam, egyetemista koromban a Műtéttani Intézetben. Ott akartak tartani, vagy 10-20 ember ott maradhat ott az évfolyamon, én nem akartam. Hanem miért nem? Hát azért az egy más szint. Igen, pontosan azért, mert láttam, hogy mi történik. A fiatal orvosok még nem igazán juthattak, hogy is mondjam, beteghez. Ja, nem rúgtak labdába. Nem rúgtak még labdába, és gondoltam, hogy én aktív ember vagyok, én nem fogok mások után dolgozgatni. És ezért, és akkor tájban néztem a televíziót, és legnagyobb megdöbbenésemre azt láttam, hogy Nyíregyházán épült egy csodálatosan szép orvos és nővérszálló. És várják az orvosokat. Nem mondod, hogy elcsábított egy orvos és nővérszálló? Igen. Vagy a nővérek miatt? Akkor még nem tudtam, hogy egymás mellett van a kettő. De hát azért a kilátások... Akkor biztosan tudatosan mentem volna. És akkor megnéztem, és hát egy néhány barátommal, kollégám átszaladtunk Nyíregyházára, be a kórházigazgatóhoz. Tárt karokkal fogadtak. Ki volt akkor?
Jézus Mária. Nem baj, hagyjuk, lépjünk. Az nagyon régen volt, ez 69, ugye? 68? Ez 67-ben volt. 67-ben, amikor 6 éves lettem, átjöttem szigorlónak. És óriási ovációval és nagy örömmel fogadtak minket. A kórházik azok, hogy gyertek ide, van állás. Úgyhogy én végül is a legelőször elmentem gyakorlatilag a baleseti sebészetre. De és te nem baleseti sebész vagy, azóta sem. Elmentem a baleseti sebészetre, és utána hát persze végigmentem az összes ilyen nőgyógyászat, fülészet, stb. De már akkor délutánonként engem visszahívtak a baleseti sebészetre dolgozni. És én már akkor, mire diplomáztam, ahogy megkaptam a diplomát egyik nap, én a másik napon már vakbelet operáltam. Olyan gyakorlatom volt már, addig nem lehetett, addig sok mindent csináltam. De tulajdonképpen akkor ez ilyen gyorsan meg lehetett szerezni ezt a lehetőséget, meg gyakorlatot is? Tehát egy évig ma ott voltam, mindig visszajártam. Olyan gyakorlatot szereztem, hogy kevesen voltunk, hogy már a másnap a főnököm, aki egy kiváló ember volt, nagyon tiszteltem akkor is, másnap már azt mondta, jó, te fogod megoperálni a vakba, és én fogok neked asszisztálni. Ez így is történt. Ez tényleg és igen. Tehát az szokatlan. Végül is az a helyzet, hogy mert eljöttem én onnan egy másfél év után Nyíregyházról, nekem összesen 100 műtétem volt a nagy műtőben, és a rendelő... Mint pályakezdő, tulajdonképpen nem is volt még diplomát sem az elején. Nem. Már akkor operáltam, csak diplomát, addig nem lehetett. Addig lehetett, hogy összevarni egy sepet, az rendben. Na, értem, szóval de egy év alatt összeszedtél 100 műtétet? Igen, egy év alatt 100 műtétet szedtem össze. Hát ez naponta több is. Igen, nagyon szeretett a főnök, és rengeteget operáltam. És akkor miért nem ragadtál ott? Nem nagyon, tetszett ez a része az orvosi munkának? De nagyon is, majdnem sírva jöttem el onnan, imádtak a főnökeim, kollégáim, nagyon jók voltak. Rengeteg... Várjál, csak egy nyissuk már egy fél zárójelet, mert említetted, hogy orvos és nővérszálló. Na most végül bejött, szóval voltak ott nővérek is? Hát voltak, egymás mellett voltak két. Na bevallhatod most, hát úgyis persze. Csak ketten beszélgetünk. Nem, persze, ketten vagyunk, négy szem közt. Igen, szóval, hogy azért, hogy akadt meg a szemed, hogy azért egy csinos hát ezzel nem. Meg legendákat mesélnek az orvosnővel kapcsolatokról. Többnyire igazak is. Szóval hát fiatalok voltunk. Neked ott a szomszédban például volt ilyen szép csinos nő? Hát nem, de a városba bejártak. Jó, akkor értem, ez egy diplomatikus és azért mégis ráutaló válasz. Persze. Akkor már ismerted egyébként a mostani feleségedet? Akkor még nem. Jó, csak azért akkor, helyre akartam akkor, tenni akkor ezt a még nem. Később ismertem már meg, amikor Nyíregyházán voltam, annak a végén ismertem meg. Mert tegyük hozzá, egy jóvágású, sűrűhajú fiatalember volt. Éppen most mutattál egy képet, láttam, 20-valahány éves voltál, 66 kilóval, és nem tudom, iszonyú sok hajjal a fejeden. Ez így van, de hát ugye... Változnak az idők. Igen. Jó. Mindenesetre onnan akkor életre szóló kapcsolat, bármit ilyen típusú kapcsolatod nem keletkezett, sem a nővérszállóról, sem az orvosszállóról. Az egy más minőségű kapcsolat volt. Igen, de az is jó volt. Az ember úgy szeret 76 évesen meg főleg is emlékezni. Nem ezekről a dolgokra. Jó. Na szóval akkor miért jöttél sírva onnan? Hát én Nyírbátorban, tulajdonképpen belsoroztak engem, hogy a katonának be kellett jönni. Akkor 2 hónapot Budapesten töltöttünk le, és utána kitettek minket csapathoz 4 hónapra. Én mindenképpen akkor udvaroltam a mostani feleségemnek, és minden áron vissza akartam jönni Szabolcs megyébe, Nyíregyházára. Uh-huh. A Nyíregyházára végül is nem sikerült, mert hát itt is azért voltak kapcsolatok, és nekem Nyíregyházán semmilyen kapcsolatom nem volt. És azon gondolkoztam, hogy tudnék ide jönni. És eszembe jutott, hogy van nekem egy borzasztó magaslangú ismerősem. Debrecenben volt egy bácsi, aki ott volt a valami pártbizottság, vagy én már nem tudom, hogy most a nagy kapcsolata volt, és mi mellettünk laktak, és volt 2 lánya. A 2 lány közül egyiknek udvaroltam, jártam hozzájuk fel, ehhez a nagyon magaslangú emberkéhez.
A lányai nem annyira szerettek engem, de az anyjuk viszont igen. És mindig ez később kiderült, hogy nagyon hasznos. Igen, nagyon hasznos. És hát természetesen, hogy a feleség így áll hozzám, akkor a fér is így állt hozzám, így Lajos fiam, mentem hozzá ebédelni, és egyszer elhelyezték Budapestre, és csak annyit tudtam róla, hogy felbukott, és ő lett Budapest rendőrfőkapitánya. Opa. Hát én na jó, hát eltűnt, kész, vége. Uh-huh. Igen, ám csak mikor ide akartam jönni való a megyébe. Kellett egy kapcsolat. Kellett, és ki van nekem kapcsolat? Hát mondom, itt van nekem az a bácsi, hát ennek udvaroltam a lányok, mert biztos segít. Felhívtam, megtudtam telefonszámát, felhívtam, nagyon megörült nekem, mondom, nagyon nagy baj van, nem tudom, milyen bátyám. Megyek, gyere fiam, azonnal, hát az ilyen nagy baj nem lehet, mondom, nagy baj, mi az a nagy baj? Holnap után parancs kiirdetését, nekem tápió szecsőre kell mennem, én pedig ott vagyok oda, és menni szeretnék a megyébe. Azt mondja, azt hittem, valami nagyobb baj van. Hát nem nagy baj ez. Hát azt mondja, Szabó Augusti, nekem a minden reggel együtt kávézunk, volt a hatalmas országos parancsnokban. Azt mondja, Szabó Augusti, nekem a jó haverom, minden reggel együtt kávézunk. Most szólok Gusztinak, hogy téged tegyen Nyírbátorba. De mondom, de komoly. De mondom, tessék már neki mondani, nekem már parancsot kérlek holnap után. Akkor nem. Azt mondja, fiam, ha megmondtam, megmondtam, te fogsz menni Nyírbátorba. És olvasták a parancsot, mondják, Nyírbátor, Száz Gyula, aki itt volt rendőrorvos. Végül is megyében. És akkor mondják, hogy Tápió Szecse, Kovácsra is mondom, hogy Jézus Mária. Jól leinkeztek. És akkor erre meg az a bocsánat fordítva, át van húzva, Kovácsra nyilvett. És úgy kerültem végül is ide. Aha, de akkor még nem tudtad, hogy te aztán itt is ragadsz 51 nem évig. Nem tudtam egyáltalán nem, csak mikor két hétig már itt voltam a határőrségnél, akkor behívott az itteni Rajték Jenő bácsi, aki ő volt itt a járási főorvos. És mondta, hogy fiam, gyere be hozzám, és rendeljéd, mert nincs, itt kell egy orvos, elment most éppen. Tehát körzeti, házorvos. Házorvos, kell orvos. Mondom, én semész vagyok, Jenő bácsi. Azt mondja, nem baj, fiam. Mondom, nem értek hozzá, nem baj, majd itt lesz egy idősebb kollega, majd segít neked. Nem baj, gyere ide. Uh-huh. És akkor hát rendelgettem délutánonként, és amikor vége volt az egésznek, bementem hozzám, itt a vége, megyek vissza Nyíregyházára. Fiam, ülj be el egy percre. Mondta, hogy mondja már, mennyi is neked a fizetésed ottan? Hát mondom, 1300 forint havonta, de 1650 lesz, ha visszamegyek. Aha, és erre? Na jó, azt mondja, na figyelj ide, fiam. Gyere ide Nyírbátorba, 2400 forint lesz a fizetésed. Nyírvasvárit is megkapod, ott is kell rendelned, de ott sincsen, majd lesz egy év múlva. Gyere ide, és akkor ez már neked ennyi pénz, hogy nem is láttál még, és akkor nem beszél arról, hogy neked beviszik a tojást meg a tyúkot majd a falusra. Hát amiről itt az előbb, akkor. Plusz lakás. És akkor a legérdekesebb, hogy hol is laksz, te mondtam, hogy én egy orvosszállón ketten lakunk egy szobában. Na azt mondja, hogy kapsz háromszobás lakást, és ingyen, mit szólsz ez? Na erre, majdnem is sírva, végül is ott hagytam, mert olyan feltételek biztosítottak, amit nem lehetett vissza, nem szabad vissza. De ez olyan jól sikerült, hogy itt aztán gyökeret is eresztettél. Igen, aztán én azt hittem, hogy Nyírbátorban el leszek egy-két évig, de végül is úgy megszerettem a várost. És hogy ragadt? Tehát mi ragasztott ide? Jó, oké, az első az én anyagi hiszem, feltételek, nem a szenzációs volt. Az nálam soha nem játszott szerepet az anyagi. Akkor mi ragasztott? Orvoslásban most se játszik semmi, tehát nincs jelentősége. De akkor mi ragasztott? Hát én azt hiszem, hogy az embereknek a hozzáállása az, hogy megbecsültek, én is megtettem mindent, amit tudtam, de úgy éreztem, hogy bíznak bennem, és valahogy én itt rekedtem. De ez a bizalom ezek szerint olyan sokat számított. Igen, igen. Uh-huh. Nos, tehát akkor itt vagy Nyírbátorban, és hogy lesz belőled időközben fogorvos is? Mert ugye hát a gyerekkorod álma a fogorvoslás volt, így és van. Mégse fogorvosi egyetemre mentél. Így van, nem. Hát ez úgy történt, hogy mint házi orvoshoz járogattak fogat húzogatni, és hát mivel már volt egy baleseti sebészeti előéletem, nekem talán könnyebb volt megoldani ezeket a problémákat. Tehát már akkor is mentek hozzád, hogy fáj a fogok? Hát persze, hát akkor és akkor neked már ott volt a stikában néhány fogód? Akkor igen, akkor még járgáltak. Ez nem minden házi orvosnál volt. Akkor még járgáltak házi orvosokat és fogat húzatni. Hát én meg mivel manuális szakmában kezdtem, nem jelentett problémát. És akkor rájöttem, hogy ha már úgyis húzgálom a fogokat, akkor miért ne végezzem el a fogászat. Miért ne tanulnám meg, és akkor csinál. Igen. És akkor délutánonként beálltam a Debrecen klinikára, nem tudom, hány évig ott bejárkáltam délutánonként, és akkor leszakvizsgáztam.
És akkor lettél. Igen, azt akkor, meddig és akkor még most is műveled, vagy azt már abban? Nem. Adtad? Én majdnem 40 évig voltam fogorvos Nyírbátorban. Mikor 60 éves lettem, akkor hagytam abban, mert már sok volt. Mert kora reggeltől késő estig dolgoztam, és ott már 60 évesen már nem életszem. Jó, hát azért ez egy anyagi biztonságot is teremtett a családnak. Az biztos, hogy így is van. Így van. Hát lehet, hogy hihetetlen, de még a mai napig is jönnének hozzám, mint fogorvoshoz. Amúgy mellékesen jó fogorvos lettél, vagy melyikben voltál a jó? Hát ezt más ítéljen meg, de az, biztos, én, hogy, az biztos, hogy 15-20 év után is sokan jöttek vissza, hogy most jönnének. Akkor melyiket újra. Csináltad szívesebben, inkább így kérdezem, tudom, hogy... Ebben nem tudnék választani. Nem? Nem, hát ez egy... Mindegyik az emberről szól, tehát... Hát azért a fogorvoslás, az, mondjuk a fogorvosoktól félünk, félnek az emberek úgy általában. Hát persze. Van okuk? Van okuk? Hát akkoriban lehetett, amikor még nem értettél hozzá, csak úgy nem, megpróbáltad. Nem, hogy igazából nem lenne okuk. Tulajdonképpen az emberek magától a beavatkozásra inkább az injekciótól félnek, én úgy gondolom. Igen. Mert utána már nem kell félni. Értem. Jó, megkapták. Nem tudom. Nem jó. Mindenki fél egyébként. Rendben. Ugye üzemorvos is lettél, igen. Fogorvos is lettél, és általános orvoslástamból is van szakvizsgád. Tehát ez a három szakvizsgád van. És jól érezted itt magad Nyírbátorban, miközben azért gondolom a világot azért meg akartad ismerni a szakmán belül is. Ez mennyiben sikerült? Mert azt láttam, olvastam, hogy Hollandiában, Angliában, Finnországban is volt valami, ami az orvoslás tanulmányozásával összefüggő utad, de lehetett innen követni azért, hogy változik a világban a szakma? Igen. Hát, amikor én elkezdtem a praxist, akkor tudtam azt, hogy különböző konferenciák léteznek az alapellátásban is, ahol lehet sokat tanulni. Itt már fiatalon elkezdtem járkálni ezekre a konferenciákra, itt az ország minden része, és rádöbbentem, hogy hát én is tudnék itt előadást tartani, vagy tudományos dolgokat művelni. Tehát nem hallasz olyan novumokat, amiket nem tudnál, vagy keveset? Igen, de tovább képeztem magam, és az lett a vége, hogy én magam is végül az ország gyakorlatilag minden részén tartottam konferenciákat. Te miről beszéltél? Hát általában, ami az alapellátást, a falusi orvoslást illeti, általában arról, de sok minden másról, és hát például szívritmus zavarokról is tartottam előadást, ami hát inkább kardiológia dolog, vagy ilyen daganatos dolgokról, ami nem kimondott a háziorvosi daganatos dolgokról, és több előadást tartottam. De miért merészkedtél te ezekre a területekre? Hát érdekeltek ezek az új dolgok, hogy szélesítsem a tudásomat. De végül aztán utána pillanat, de akkor te nem a gyakorlati tudásodat adtad át, hanem az elméletit, amit te is másonnan vettél. Persze, de nem a gyakorlati elméletit adtam át általában. Nagyon sok helyen, mondom, nagyon sok helyen tartottam előadást. Tehát ilyenek ott hihetetlen, de Pécs, Budapest, Szeged, össze-vissza minden. Tehát az orvos egyetemi városokban? Igen, is, de hát másról, nem csak ott, hát mondjuk Pápán is ad minden egyetemes, vagy Kecskeméten, tehát sok helyen tartottam. Valami novum fűződik a nevedhez, mondjuk például a falusi orvoslással kapcsolatban, ami javaslatod, ajánlatod? De. Hát, mivel többet publikáltam, hát azt mindenki olvasotta a szakmában, mindenki. Hát, tehát van-e valami olyan, ami a Kovács Lajos módszer? Hát ilyen biztosan nincs, de az az igazság, hogy az országban, akik jártak konferenciák, gyakorlatilag mindenki ismert. Hát volt egy törzsközösség, mindig jöttek, mentek több százan. Hát ilyen, hogy Kovács módszer, ilyen nincs. És külföldön tanultál újakat? Persze. Például? Persze. Külföldön több helyen voltam. Például mondjuk Hollandiában, ahol a háziorvoslás kutatási módszertana címen dolgoztunk, ott vagy 20-an mentünk ki Magyarországról Leidenbe, az a Leiden Egyetemhez, és ott olyan interaktív tanulmányokon vettem részt. Interaktív az azt jelenti, hogy angol nyelv. Igen, most mondtad, hogy te kifejezetten szereted a számítástechnikát, és nagy hasznát is veszed. Hogy
kerültél beszélő viszonyba a számítástechnika vagy informatikával? Hát ez is onnan ered, hogy járgáltam konferenciákra, és egymással a kollégák, hogy beszélgettünk. És akkor arról is beszéltünk, hogy milyen jó lenne, hogyha a számítógép segíthetne a mindennapi munkában, ne kézzel kell írkálni. És volt egy kollégánk, aki szintén aktív volt itt a tudományban, és mondta, hogy neki van egy informatikus ismerőse. És ő budapesti volt, és az informatikussal kezdtek kidolgozni az alapellátás egy programot. Na most ebben a program, mikor készültek, akkor már én is tudtam ebben tanácsokat adni. Végre ez a program el is készült, még alapszinten, és ezt a, nyilván én ezt megkaptam ingyen annak idején, mert hát benne voltam, és akkor én akkor én megyei szakfőorvos voltam, ezt a megyében elég sok helyen elterjesztettem kollégáknak ezt a programot, úgyhogy Már el is felejtették, hogy ezt én terjesztettem el a megyében. Most konkrétan van valamilyen tisztséged így a szakmán belül? Szakmán belül pillanatnyilag nincsen semmilyen tisztségem. Mikor volt az utolsó? Hát utolsó, amikor itt a Nyírbától és környék Nyírbától Máté szaka férgyalmat és Csenger és szakfőorvos voltam, az hát annak már 5-10 éve, nem is tudom pontosan, az volt utolsó. Az elég volt. Igen. De előtte voltam kétszer megyei szakfőorvos, kétszer 4 évig. Akkor az egész megye hozzám tartozott szakmailag. Hogy választják ki az ilyeneket, mint a szakfőorvos? Hát nem tudom, valószínű, hogy azért, hogy megnézték, hogy nagyon aktív voltam a konferenciákon, előadásokat tartottam, tehát a szakmát próbáltam. Tehát, hogyha na most ne érts félre, de ha az embernek jó a PR-ja, akkor számíthat ilyen tisztségekre? Hát a szakmán belül nekem jó volt a PR-om, nyilván azért próbáltak felkérni, vagy azért bíztak meg. Hogy kerültél te a Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiójába, mint egészségügyi előadásoknak az embere? Hát ezt most tényleg nem tudom megmondani, hogy kerültem oda. Valakivel találkoztattam a rádióból valamilyen társaságban, és akkor megkérdezték. Jól beszélgettetek, és egyszer csak ott álltad magad a mikrofon ott mögött? Ott álltam a mikrofon mögött, és akkor végül is 6 évig nem jöttem el. 6 évig voltam ott, és 6 év után én elköszöntem, mondva, hogy már mindent elmondtam szerintem, amit mondtad, már unalmas leszek a hallgatóknak. Volt egyébként annak értelme szerinted? Igen, nagyon sokan visszajeleztek, hogy hallottuk ám a doktorot, vagy mondtam. Na jó, azt én értem, hogy oké, hallottuk a hangját, hát ezt tudom, de ennek azért, köszönhetően... Hogy nyilvánvaló, hogy hallgatták, és csak volt valami haszna, mert ezek az előadások a népnek szóltak, a nép nyelvén közérthetően. Tehát, és ezek tulajdonképpen egészséget szolgálták. Nem mondjuk például, hogy mit együnk, vagy hogyan kössük be a lórugásnak a nyomait? Ez minden, amit elmondtál, mindenről volt szó 6 év alatt, mindenről. Hát egy idő után már úgy kellett keresni, hogy miről nem beszéltem. Persze, nagyon sok mindenről. Aztán mikor sok mindenről beszéltem, akkor mondtam. Ezt csak úgy döntöttél, hogy kész, elegem van. Köszönöm szépen, elegem volt. Az biztos, hogy nem a pénzét csináltad, mert tudom, hogy mekkora hatalmas összeget utaltak ezekért. Fillért csak kaptam. Még három apróságot megemlítenék, a te számodra ezek persze nagy dolgok. Ugye publikációért kaptál nívódíjat, kaptál előtte miniszteri dicséretet, és megkaptad a Batthyány Stratmann díjat. Azért azt gondolom, dagasztotta a mellett föl ez az utóbbi. Mert azt nem mindenki kapja meg. Hát nem mindenki kapja meg. Persze jól esett, hogy megkaptam. De hát csak felmerültem. Többnek érezted magad egyébként utána? Nem éreztem magam többnek egyáltalán. Hát ugyanolyan vagyok voltam. De jó érzés előtt. Volt. Csak jó érzés volt, hogy kaptam. Uh-huh. Te ugye... És amire nagyon büszke vagyok, hogy pontosan egy kormányváltásnál volt az egyik oldal engem megjavasolt, a másik oldal... 2002-ben volt. Az egyik oldal megjavasolt, a másik oldal megadta. Nem húzta ki, igen. Tehát, pedig tudunk ilyet, hogy voltak itt. Biztosan, de én nagyon büszke vagyok, hogy tehát ezért nyilvánvaló, hogy csak a szakmai munkáimat kaphattam. Világos, jó, gratulálunk érte. Köszönöm. Ugye mondtam, hogy te egy nagyon aktív ember vagy, hát nem hinném, hogy sokan gondolnák, hogy 76 éves vagy. Ugye te a sporttal sem állsz hadilábon, nagyon sokáig aktívan sieltél, talán még most is teniszezel? Igen, csak már egyre kevesebbet. És kiöregedtek belőlem a kollégáim. A síelést milyen szinten művelted, vagy műveled? Hát azt ítéljen meg más, de amit el tudok mondani, hogy én 12 évig rendszeresen jártam síedzésre.
Hát gyakorlatilag nincs meredek. Gyakorlatilag tehát bármilyen pályán, fekete pályán? Bármilyen, igen, megállás nélkül bármilyen, igen. Hát most már abba hagytam egy évre, de most is úgy... Miért hagytad abba? Megijedtél? Nem megijedtem, csak mint korábban is említettem, hogy minden szeretek időben abba hagyni. Én nagyon sokat sietem, tényleg rengeteget, annak idején Szlovákiában, Ausztriában, Olaszországban, de soha nem volt a legkisebb sérülése sem. És ismerjük a statisztikákat. Hogy egyszer? Egyszer csak bekövetkezik, és hogy ugye egyre korosodtam. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor már a reflexek nem olyanok, az erőlét az emberek nem olyan, tehát ilyenkor következhet már be. Na most én ezt igyekeztem megelőzni, mint minden mást. Tehát úgy döntöttél, hogy úgy döntöttem, igen. Úgy dönt. Ez egy döntés kérdése volt mindenfajta kényszer nélkül. Ha ezt fogod érezni a rendelésnél is? Valószínűleg igen. Valószínűleg igen. Amíg úgy gondolom, hogy el tudom látni, addig maradok. Tehát amíg nem nézel el valamit. Igen. Amíg úgy érzem, hogy szellemileg, testileg, lelket talán még meg tudom csinálni. Remélem, hogy észre fogom venni. A tenisz mondott, hogy kiöregedtek mellőled, gondolom, ők legalább 65-66 évesek, akik kiöregedtek. Mert ez azt is egészen jó szinten művelted, mert ugye úgy tudom, hogy az orvosok közötti rangsorban, nem tudom, korosztály vagy úgy általában a második, harmadik helyen vagy te? Van egy orvosi szakosztály, tenisz szakosztály, több százan, nem is tudom mennyien vagyunk benne, Budapesten van a központja, és minden évben rendeznek több bajnokságot és orvosi bajnokságot, ezek korcsoportosak. De ez azt jelenti, hogy engem nem állítanak össze egy 30-es kollega. Tehát korcsoportosak, és én ezeken rendszeresen elindultam ezeken a versenyeken. Hát szerényebb eredményeket értem el ilyeneket, hogy tudom én, 2016-ban és 2017-ben is országos harmadik lettem a korcsoportom egyéniben, és ugyanazen években pedig párosban is harmadik lettem kollégákkal. Hát az nagyon becsületesen mértő eredmény. De most már egyre kevesebbet tudok játszani. De azért még ütsz? Igen, alkalmam. Hol? Itt? Nem itt? Nyíregyházan? Hát Nyíregyházzal jártam rendszeresen. Nyírbátorban nincs lehetőség télen, nyáron van. De nyáron akkor legalább persze, van kivel? Itt van állandó partnered? Úgy tűnik, hogy nincs állandó, de most úgy tűnik, hogy lesznek páran, akik szívesen dögetnek velem. Nagyon jó. Ennek örülünk. Két gyereket. Azért nem beszélek róluk különösebben, mert ugye Éva is volt a vendégem már, és velük beszéltem. Csak annyit, hogy nem tudtad őket, vagy nem is akartad, hogy orvosi pályára menjenek? De soha nem mondtam egyiknek sem, amit ők szeretnek inkább. Tehát ez az nagyon kellemetlen, ha valakit kényszerítünk olyanra, ami esetleg neki nem tetszik. Engem senki nem kényszerített erre. Én önállóan választottam magamnak hivatást, akkor úgy gondoltam, hogy ezt megadom a gyermekeimnek és ezt a lehetőséget. És ők simán a jogi pályát választották? Ők a jogi pályát választották mind a ketten, és a mai napig is jogászok nagyon jól el vannak. És ezt te élvezett, hogy nagy persze, végül is nem kényszerpályán vannak? Nem, egyáltalán kényszerpályán. Ők is szeretik, amit csinálnak, és nekem is boldogságot jelent. Hát csak ott vannak a unokák is. Hány unoka van? 5 unoka van, 3 Nyíregyházán, 2 Budapesten. Ők már idősebbek, hát ugye koronáfa, hogy... Hát már nagyok. 23 éves a legidősebb unoka, 12 éves a legfiatalabb. Lesz, aki esetleg egészségügyi pályára készül? Vagy kerül? Hát talán a hármas számom, hogy unó sorba jöttek egy kislány, ő talán készül orvosnak, ő most harmadikos gimnáziumban, egy osztrák iskolába jár Budapesten. Tehát ők már osztrákon beszélnek rendesen. Hát a legidősebb... Tehát belőle kinézhető, igen. Hogy... A legidősebb Budapestnél már kapcsolatban, ő 3 felsőfokú nyelven beszél, úgy látszik a... Nyelv az a családban. Igen. Egyetlen fiú van Nyíregyházán, ő viszont... Hát most nagyon nagy büszkeséggel mondom, hogy ő pedig országos teniszbajnok. Gyerek? A korcsoportjában 18 évesen. Nevét is megtudhatjuk? Toma Hendrik. Rendszeresen előfordul a megyei lapokban. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Gratulálunk. Hát akkor itt van a tenisz. De mindegyik nagyon tehetséges, nagyon jó tanul, és nagyon fontos, hogy imádják a nagyapjukat. Hát igen, ez egy fontos. Azt tudom, hogy nagyon szerettek utazni. Igen. Mi volt a legegzotikusabb ország, és mi volt a legtávolabbi célpont?
Hát, talán a legexotikusabb talán Japán volt. Teljesen, akkor a célpontnak is elég teljesen, távol. Igen, teljes, elég távol. Teljesen más kultúra, más szokások, más táj. Uh-huh. Lenne olyan, találtál olyan országot, ahol szívesen élnél, hogyha nem itt élnél? Hát mondjuk ez soha nem merült fel, mert lett volna lehetőségem, de mondjuk Ausztriát szeretem. Ausztriát szeretem. Mi a különbség Ausztria és Magyarország között, amiért Ausztriát szeretnéd esetleg? Egyrészt a domborzata, másrészt az embereknek a mentalitása. Talán nyugodtabbak. Aha. Nem, hát sok helyen jártam. Egyébként soha nem akartam elmenni Magyarországról, de nagyon kíváncsi voltam, hogy sok mindenre. Hát mondok egy érdekességet, akkor 67 éves voltam, amikor éppen Londonban jártam, többször jártam, de éppen Londonban jártam, és láttam, hogy orvost keresnek. Aha. Bementem, megkérdezem, hogy nem akartam elmenni, hát 67 évesen sem. Megkérdezem már, hogy mi fánterem ez. És keresztokott nekem egy embert, aki végül is azt mondta, hogy menjek nyugodtan, mindent elintéznek, stb. Stb. Jó, én nem mondtam azt, hogy nem megyek, hazajöttem, és akkor két hét múlva írtam egy e-mailt nekik, hogy sajnálom, mégsem tudok menni, mert Magyarországon nagyon jó állást kaptam. Hát persze ez blöff volt. Mindegy. Jó, de hát a lehetőség ezek szerint 67 évesen is meg lett volna. Hát akkor reménykedjenek a 67 évesek, hogy még akkor is újra lehet kezdeni máshol, bár valószínűleg az ilyen szakmákkal. De ez már tényleg csak inkább színes és befejezésül. Egy kicsit megkóstoltad a helyi politikát, ugye voltál 4 évig önkormányzati képviselő, de mondd, az elmúlt 30 évben olyan sokan megkóstolták a nagy politikát, te lehettél volna szerintem országgyűlési képviselő és minden további nélkül. Nem mondod, hogy téged elkerült az összes ilyen lehetőség? Hát tényleg, visszatérjek, egyszer tényleg voltam 4 évig képviselő, de én, érdekes, de én voltam egyetlen független, nem is politika, akkor mentem oda, de amiért oda mentem, az elrendeződött. És hát, mivel ismert voltam már régen, vagy ismernek nyilvántam, hiszen itt vagyok 50 éve, egyszer egy választás előtt megkeresett az egyik pártnak a képviselője, hogy mi úgy döntöttünk, hogy téged indítanánk képviselőnek, mit szólsz hozzá? Országgyűlésének. Országgyűlési képviselőnek. Országgyűlési képviselőnek. Igen, itt, nem országgyűlési képviselőnek, hanem mi volt még akkor itt? Hát valami képviselőnek. Igen, tehát jöttek. Jöttek, és felkérnek engem képviselőnek, úgy döntem, engem kérnek a képviselőjüknek az egyik párt. Hát mit szólok az, mondom, hát mit szólhatok? Hát rendkívüli boldog vagyok, hogy rám gondoltatok, nagyon-nagyon megtisztelő. Gyere be, üljél le, leültünk itt a szobánkban. Beszélgettünk, mondta az ő programját, én bólogattam, hoztam egy konyakot, iszogattunk, kávézgattunk, és akkor előhoz egy listát, na akkor most itt írd alá a megbízó levelet. Mondom, miért írjam alá? Hát azt mondja, hogy most olyan jó mondtad, hogy ez jó, amit elmondtál, egy része tényleg jó. És de hát én nem akarok az lenni. És akkor hát az orrát lógatta, hogy mégse írtam alá, és akkor kifele ment a kapuban, azt kérdezte, hogy mondd, áruld el, más pártnál fogsz jelölt lenni. Mondtam, nem, de ha megkérnek más pártok, az is nagyon megtisztelő számomra, de azt se vállalom el, de kap ő is konyakot és kávét. Na hát igen, egy úriember végül is így viselkedik. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Remélem, hogy a nézők számára is érdekes volt ez az élettörténet. Hát szerintem még lesz alkalom. Amilyen aktív ember vagy te, még lesz alkalom, hogy beszélgessünk. Tehát neked is köszönöm, önöknek is a figyelmet viszont. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.